Tehát akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Kerékpáros Klub Bringáz a munkába kampányának idei workshop sorozatának harmadik győri állomásán, amelyre győri cégek és az önkormányzat képviselőit hívtuk meg. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást, és meg is jelentek az alkalommal. Én Árva János vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub tagja, és ennek a workshopnak az előadója. Velem van Halász Áron, a Magyar Kerékpáros Klub elnökhelyettese, valamint Tömböly Tamás, a győri tagszervezetünk oszlopos tagja, sőt, még Tóth Péter is, aki a Széchenyi István Egyetem docense és szociológus. És mi fogjuk előadni azokat a dolgokat, hogy mitől válik egy munkahely igazán kerékpáros baráttá, miért jó ez egy munkahelynek vagy egy munkáltatónak, hogyha a dolgozóik fittebben, egészségesebben járnak munkába, esetleg milyen gazdasági előnyökkel járhat az, hogyha többen kerékpároznak a munkahelyükre. A mai workshopot, mint láthatták, talán a Zoom figyelmeztetéséből fölvesszük, tehát hogyha valakit ez zavar, akkor ugye kapcsolja ki a kameráját. Alapvetően mindenki le van némítve a workshop során, de lehetőség lesz arra, hogy feltegyék a kérdéseiket, akár a chat ablakban is lehet menet közben írni, de a workshop végén körülbelül egy olyan negyed óra pont arról fog szólni, hogy a jelenlevők megoszthassák tapasztalataikat, feltehessék kérdéseiket, és egy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között, természetesen a Magyar Kerékpáros Klub tagjainak részvételével, tehát igyekszünk megválaszolni a felmerülő kérdéseket is. Remélem, hogy mindenki jól hall, és jól lát, akkor kezdjünk is bele. Mitől jó egy munkahely? Kerékpározni jó. Azt mindenki tudja, hogy kerékpározni jó, még talán az is, aki soha nem ült kerékpára, ugye egészséges. Egy csomó mindent el lehet róla mondani, hogy miért jó kerékpározni, de most arra lennék kíváncsi bemelegítésként, hogy önök számára vajon mitől jó mitől jó a kerékpározás. A chat ablakban most villog valószínűleg mindenki számára egy link, ahova kérem, hogy nyissák meg a Zoom-nak, tehát a chat ablakját, klikkeljenek erre a linkre, és meg fog jelenni egy mentiméteres link, ahova beírhatja mindenki, hogy saját maga számára miért jó a kerékpározás. Nem kell nagy dolgokra gondolni, bármi, ami eszükbe jut, és én ezt próbálom közben mutogatni. Aki végzett és beírta a kedvenc asszociációját, az térjen vissza a prezentációhoz, mert én itt közben próbálom mutatni ezeket a szavakat, amiket beírtak. És aki végzett, az esetleg ne zárja be ezt a chat ablakban látható linket, lehet, hogy ezt korábban kellett volna mondanom, de nem baj, mert a kolléganőm is elküldi esetleg később is, erre még szükség lesz az előadás során. Köszönöm szépen, elég sokan beírták, azt látom, hogy az egészségesség, vagy az egészség maga az elég sokszor előjött, és a környezetbarát volt a kerékpározásnak. A következő percekben, köszönöm szépen. A következő percekben a kerékpározásnak több vetületét igyekszünk bemutatni, és ennek az egyik része lesz például akár a környezetre való hatása is. De előbb a magyarországi kerékpározás jelenlegi helyzetéről fog mesélni nekünk Halász Áron. Egy pillanat türelmet kérek, átteszem oda, ahol tartottunk. És akkor megkérném Halász Áront, hogy folytassa, vegye át tőlem a szót. Köszönöm. Jó napot kívánok! Lehet hallani? Igen. Halász Áron vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub elnökhelyettese és szóvivője, és nagyon örülök, hogy itt vagyunk Győrben. Ez már a harmadik alkalom, hogy egy ilyen workshopot tartunk. Budapesten kezdtük, Székesfehérváron folytattuk, és most Győrben vagyunk itt, utána megyünk tovább az ország több nagyvárosába. És örülünk nagyon az érdeklődésnek. A Magyar Kerékpáros Klub azért dolgozik, hogy minél többen tudjanak kerékpárra ülni, és ezt az infrastruktúra fejlesztésével, szemléletformálással és oktatással kívánjuk elérni.
Szerencsére Győrben is van egy jól működő és hozzáértő területi szervezetünk, akik ebben segítenek, és akik partnerek tudnak lenni a helyi önkormányzatok és cégek számára. Most egy kicsit arról mesélnék, hogy Magyarországon milyen trendek vannak a kerékpározásban. Kevés adatunk van sajnos, de a Kerékpáros Klub két évente szervez egy reprezentatív közvéleménykutatást, amiből azért kiderülnek bizonyos trendek és szokások. Például az nagyon sok embernek meglepő szokott lenni, hogy a Magyarország a Európa harmadik legkerékpárosabb ország, a Hollandia és Dánia után, és ez pontosan egyébként a vidéki kerékpáros hagyományok megmaradásának köszönheti. Az is meglepő szokott lenni sokaknak, hogy a lakosság, a felnőtt lakosság többsége nem autóval közlekedik, pedig valószínűleg az lehet ennek a tévhitnek az oka, hogy az autó közlekedés sok helyet foglal, hangos, gyors, feltűnőbb, mint mondjuk egy kerékpáros közlekedő, de a lakosság 16%-a a felnőtteknek elsősorban kerékpárral szokott közlekedni Magyarországon. És nagyon sok kerékpár van a magyar háztartásokban. A felnőtt lakosság 63%-ának van kerékpárja, és további 12%-ának pedig elérhető. Lehet, hogy van egy közbicikli állomás a közelében, lehet, hogy kölcsön tud kérni, lehet, hogy a nyaralóból föl tudja hozni a bringáját a városba, és tud vele közlekedni. Itt látható egyébként egy elmozdulás a kerékpárok értékében is, egyre értékesebbek azok a kerékpárok, amik a magyar háztartásokban vannak, valószínűleg sok régi rossz biciklit talán kidobhattak az elmúlt 2-3 évben. A lényeg talán az ebből a diából, hogy nagyon nagy lehetőség van abban, hogy még többen üljenek kerékpárra. Ezt pedig látni fogjuk később is, hogy szívesen megtennék az emberek. Ugye itt változnak a mobilitási szokások az utóbbi egy-másfél évben nagyon sok minden történt a magyar városokban is, nem csak Budapesten nőtt a kerékpáros közlekedés, de hogy nagyon sok más tényező is közrejátszik. Több időt töltöttek az emberek otthon, a parkokban, szabadterekben, kirándulni mentek, sportolni mentek. Kevesebb időt töltöttek a munkahelyeken, reméljük, hogy attól még a munkájukat elvégezték, és kevesebb időt töltöttek kereskedelmi és vendéglátó egységekben. Sok helyen csökkent az autóforgalom, viszont nőtt a kerékpárforgalom, és az országosan látható, hogy elfogytak a biciklik. Azt szokták mondani a kerékpár szervizekben, hogyha látunk, vagy egy kerékpárboltban, hogyha látunk egy biciklit, ami jó nekünk méretben, de nem tetszik a színe, akkor vegyük meg, mert nem biztos, hogy az már egy hét múlva meg lesz. És a használt kerékpár piac is nagyon fellendült. Amit mondtam, hogy Magyarország miért Európa egyik vezető kerékpáros országa, hát itt főleg az alföldi és a kisalföldi régiók azok, amik segítenek ebben. A nyugat-magyarországi régió 20% körüli napi kerékpáros arányt tudhat magáénak, és ezzel a harmadik legkerékpárosabb régiója Magyarországnak. A kerékpár forgalomnak a mérésére szolgálnak különféle kerékpár utakon elhelyezett mérőeszközök is. Ezeket a Magyar Közút kezdte el egyre több helyen kirakni, illetve mérni kézi mérésekkel. Van még egy veloklasz.hu nevű oldal, ahol lehet nézni olyan időszakos méréseket, amik a főleg turisztikai jellegű kerékpárutakon vannak. Győrmoson, Sopron megyében is növekedést mértek itt a 3 napos forgalomfelvételben a korábbi évekhez képest, viszont ez sajnos nem városi forgalmat mérnek, hanem turisztikai jellegű kerékpárutakat, de hát ők is elindultak valahonnan, nagyon nagy esélye a városból. Mik lehetnek a kerékpáros forgalom növekedésének okai? Ugye itt az elmúlt egy évben, másfél évben a vírus elkerülésére a távolságtartás igénye merült föl nagyon sok emberben, és ezt ugye autóközlekedéssel is biztosítani tudjuk, de hogyha autóba ülünk, akkor számolni kell azzal, hogy nehezen találunk parkolóhelyet, esetleg egy dugóba kerülünk, ez kerékpárral ugye nincsen. Egészségtudatosság is valószínűleg előtérbe kerül, nagyon sok embernek felkerült mondjuk a mentális térképére az, hogy többet mozogjon. A szabadidős lehetőségek szűkülése is nagyon sok embert és családot terelhetett arra, hogy kerékpározzanak. Ugye, mint mondtam, van nagyon sok kerékpár van a magyar háztartásokban, és nyitottság is van a kerékpározásra. Sok helyen
festettek fel új kerékpársorokat, főleg Budapesten, voltak forgalomcsillapítási intézkedések, de voltak nagyon sok kerékpárút épült és újul meg vidéken is, így Győr-Moson-Sopron megyében, a Balaton környékén, a Tiszatónál, vagy a Pest megyei agglomerációban. Nagyvárosokban, és ez azért érdekes talán Győrben is, hogy egy-egy ilyen zavarhelyzet, mint ami jelenlegi Budapesten, például a metrópótlás vagy a HÉV pótlása, is sok ember terelhet a kerékpárokra, ezeken az útvonalakon megnőtt azok száma, akik a pótlóbusz helyett inkább kerékpárra ültek. Nagyon sok kampány van nyilván, ami segíti a kerékpározást, ez a Bringázza munkába kampány is ilyen, de vannak más kampányok is, és a belföldi turizmus is előtérbe került. Én emlékszem, hogy tavaly az M7-esen mentünk Balatonra, és talán még soha nem láttam annyi kerékpárt fönt az autók csomagtartóin. És ezt csak azért mutatom meg, hogy látszon, ha nem csak levegőbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a koronavírus sok ember kerékpárra ültetett, ugye ezt mutatják a kerékpár forgalmi számlálások is, de külön erre rákérdeztünk a kutatásunkban, és teljes népesség lakosság arányában látható az, hogy sok embert a vírus ösztönzött a kerékpározásra. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e tartani ezt a jó szokásokat. És hát a piac is reagált erre a helyzetre. Nagyon érdekes, hogy már autókat is kerékpárral reklámoznak. Nagyon érdekes, hogy a keresésekben, a használt piacokon is a bicikli az egyik fő téma. Nekünk a kerékpáros klubnak is egy jó mérhető eredménye az, hogy soha nem volt ennyi megkeresésünk kerékpározás témájában, a tippektől kezdve a specifikusabb műszaki megoldások alkalmazásáig. És látható az, hogy továbbra is azért ezek az ellátási zavarok megvannak, tehát a trend talán megmaradt, továbbra is nehéz kerékpárt vásárolni, és ez talán még fűti, hogy elindult egy elektromos kerékpárok vásárlását támogató állami program is, minden hónap első hetében lehet itt igényelni elektromos kerékpárok vásárlására támogatást. Felmérésünkben rászoktunk arra is kérdezni, hogy mi könnyítené meg, vagy tenné vonzóbbá a kerékpáros közlekedést. Nem biztos, hogy látszik itt ebből a diából, sajnos elég kicsik a betűk, viszont el tudom mondani az első hármat. A kerékpáros infrastruktúra javulása, illetve az autóvezetők és kerékpározók közötti együttműködés, illetve a biztonságos zárt kerékpártárolók, ők holt versenyben vannak az első helyen. Második helyre érdekes, szintén kerékpártárolók kerültek föl. Itt a lakóhelyi kerékpártárolás egy nagy probléma, főleg ugye ilyen emeletes házas, társasházas helyszíneken, lakótelepeken, ahol nem nagyon van hol tárolni a biciklit, folyosóra teszik ki, erkére teszik ki, sokszor emiatt akár konfliktusok is lehetnek. Illetve a tömegközlekedési eszközök megközelíthetősége még egy nagyon fontos kérdés a kerékpártárolás szempontjából, ami segíthetne embereknek abban, hogy kerékpárra üljenek, hiszen akkor át tudnak szállni a vonatra, a buszra. És talán a legfontosabb az egészben, hogy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy kerékpárra üljenek. Ugye láttuk, hogy már sokan kerékpároznak, láttuk, hogy nagyon sok kerékpár van. A kérdés az, hogy elkezdenék-e ezt használni. És hát szerencsére a lakosság nagy része az nagyon is nyitott erre, nagyjából átlagosan a háromnegyede, hogyha megnézzük a különféle lakóhelyeket, akkor ez látható. Megyeszékhelyeken csupán 20% azok aránya, akik nem tudják elképzelni magukról, hogy kerékpárra üljenek. 34%-os megyeszékhelyeken azok aránya, akik nagyon valószínű, hogy az infrastruktúra javulásával kerékpároznának, és van még egy óriási tömeg, aki elképzelhetőnek tartja, most nem valószínű, lehet, hogy nincs olyan élethelyzetben, de talán például, hogyha gyerekek önállóan járnak majd iskolába, akkor ő is el fog kezdeni kerékpározni a munkahelyére. Én köszönöm szépen a figyelmet, és most átadnám a szót Tömbölgy Tamásnak, a Győri Kerékpáros Klub vezetőjének. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Tömbölgy Tamás vagyok, a Győri Területi Szervezet vezetője, és Győr bringás helyzetét fogom nektek nagyjából felvázolni, bemutatni. Győr az a város, amelynek domborzati viszonyai kiválóak ahhoz, hogy sokan kerékpározzanak, hiszen a Kisalföldön alapvetően sík terepen fekszik, úgyhogy ahhoz, hogy mi egy kicsit is tudjunk domborzati viszonyok között kerékpározni, egy 10-20 kilométert kell innét a városból elmenni.
Győr Magyarország hatodik legnagyobb városa, kiterjedése miatt alkalmas arra, hogy településen belüli távolságokat kerékpárral teljük meg. A városban élők számára a lakóhelyük és a város főbb szolgáltatásai olyan távolságban helyezkednek el, hogy a kerékpáros közlekedés vonzó alternatívát jelent számukra. Ebben még azért vannak hiányosságok, tehát néhány közintézménynél néhány bringatámasz hiányzik, de igyekszünk ebben is dolgozni, hogy minél több helyen legyen bringatámasz és olyan lehetőség, ahol a kerékpárokat le lehet tenni, és biztonsággal lehet tartani arra az időre, amíg az ügyintézést tudjuk intézni. Mindenképpen fontos, hogy a kerékpáros közlekedés versenyképes alternatíva a közösségi közlekedéssel és az egyéni személygépjárművekkel szemben, hiszen a belvárost a vasútvonal és a folyók szegélyezik, aminek következtében a motorizált közlekedés a felüljárók hídak környezetében nagyobb mértékben korlátozott, mint a kerékpáros közlekedés. A belváros kiterjedt gyalogosövezet, nagy részében kerékpárral lehet közlekedni, gépjármű forgalom számára ugyanakkor nagy kerülőutak megtétele szükséges. Természetesen ez azt hozza magával, hogy sok egyirányú utca van, itt a belvárosban még az egyirányú utcákban kétoldali parkolás van, ezt is igyekszünk megváltoztatni, hiszen autók mellett két oldalról kerékpárral menni, úgyhogy még autó is közlekedik, ez bizony jelent némi nemű problémát. De természetesen nagyon sok helyen, sőt szinte mindenhol fel van festve a kerékpárútvonal, a kerékpáros jelölés, úgyhogy az autósok is igyekeznek figyelembe venni. Egyébként érdekes, hogy nagyon-nagyon sok olyan visszajelzés érkezett hozzánk, hogy a Covid időszak alatt a megnövekedett kerékpáros forgalomra tekintettel az autósok toleránsabbak lettek, sokkal inkább engedékenyek a kerékpárosokkal szemben, sok helyen, ahol nekik van elsőbségük, ott is tudunk kerékpározni, úgyhogy ők udvariasan elengednek bennünket. Én azt gondolom, hogy a bringázás feltételének további javítását tűztük ki célul, és ehhez nagy segítség nekünk a kerékpár megosztó rendszer, a Győr Bike bevezetése. 2015-ben történt 100% uniós forrásokból épült közösségi kerékpár megosztó szolgáltatás. Eredetileg 23 állomással és 180 kerékpárral indult a rendszer. Jelen pillanatban 235 kerékpár van, és 35-re nőtt az állomások száma. Már elektromos kerékpárokat is lehet kölcsönözni, 14 darabban a rendszerben. Jó helyeken vannak az állomások, én azt gondolom, hogy behálózza az egész várost, szinte mindenhova el lehet jutni közösségi kerékpárral, és jól használható a rendszer. Ennek ellenére a kihasználtsága még szerintem nincs ott, ahol lehetne, reméljük, hogy a jövőben ez is változni fog. A jobboldali képen látható, bocsánat, itt a szlájdot megvárom, két világos négyzet a térképen, azok a totemek, ahol lehetőség van előzetes regisztráció nélkül is kerékpárt kölcsönözni, ebben az esetben 30 ezer forint kaució terheli a kölcsönző bankkártyáját. Ez jelen pillanatban éppen nem működik. Munkába járás szempontjából problémás helyzetek is vannak itt a városban, úgyhogy mondanám ezeket. A belvárosban sűrű a kiépítettség, a külvárosban nagyon ritkás. Nagy munkáltatói tömegekkel megáldott városrészekben ipari park, Audi, nincsen jelen pillanatban állomás. Nagy bevásárlói tömegeket érintő helyeken árkád sincsen kiépítve. A főpályaudvar mellett további vasútállomások is vannak Győr területén, itt sincsenek kölcsönző állomások. Ami a pozitív, megoldott a karbantartás, a felügyelet, ami állandó, szinte alig van rongálás és lopás, a kerékpárok ennél fogva meglehetősen jó állapotban vannak. Azt, hogy a jövőben ezt hogy tudjuk jobban használni, én azt gondolom, hogy az elektromos kerékpárokban nagy potenciál van, és ezt a rendszerben valahogy láthatóvá kell tenni, hogy ezek hol vannak, hol helyezkednek el, hogy a felhasználók is megtalálják őket, és minél nagyobb számban tudják ezt használni.
Sajnos a felhasználók száma elég szerény, nem illik ahhoz, hogy ilyen jól kiépített rendszer van. 2019-ben 871 regisztrált felhasználója volt, ez a COVID hatására még tovább csökkent érdekes módon, 590-re. De azért ez betudható annak, hogy ugye az iskolák, egyetem zárva volt, turisták nem jelentek meg a városban, tehát érthető az, hogy miért csökken ennek a száma. Kik használják ezt a rendszert? Nagy többségében egyetemisták, a kollégium és az egyetemi épületek között. Ingázók, a különböző pályaudvarok, kórház és egyéb olyan munkahelyek között, ahol jelen pillanatban kiépített az állomás. De vannak egyszeri felhasználók is, turisták, akik ideiglenesen tartózkodnak a városban. A 2021-es felhasználó interjúból kiderült, hogy a felhasználók döntő többsége magasan képzett értelmiségi. Ők értik a rendszer használatát vajon? Vagy miért lehet ez? Én azt gondolom, hogy maga a rendszernek a használata túl bonyolult, túlságosan sok mindent kell ahhoz intézni, és hogy használni tudjuk, és ezen kellene szerintem nagy mértékben változtatni. Le kell egyszerűsíteni a használatát ezeknek a kerékpároknak. Én köszönöm, nagyjából ennyit szerettem volna mondani, és átadnám Tóth Péternek a szót, aki a Győri Széchenyi István Egyetem docense, és szintén sok-sok rálátása van a bringázásra. Köszönöm szépen a szót. Nem tudom, hogy hallatszom el, bólogatást kérek, hogy nagyszerű. Elhangzott már Áron szájából is az, hogy nagyon-nagyon sporadikusak az adatok, vagy nagyon kevés az adat, és hogyha most egy ilyen városra fókuszálunk, akkor ott még kevesebb lesz az adat. Nem jellemző, hogy egy ennyire speciális kutatást megrendelne egy város. Általában ilyen nagy kutatások keretében beszéltünk arról, hogy mondjuk kerékpára vonatkozó kérdésekbe kerülnek, hogy egy megyei jogú város, Győr, az valamilyen képet kapjuk. Arról is volt már szó, hogy vannak különböző felmérések, amik forgalmat mérnek, de ezek megint csak sporadikusak. Tehát ha van megrendelő, és ezek általában valamilyen útfelújításhoz, vagy valamilyen átalakításhoz ilyen előzetes felmérésként szolgálnak. Ezért annyira régi ez az adat, amit most mutatok, ez a 2012-es kutatásból származik. Ezt az önkormányzat rendelte meg, és ez egy Európai Uniós projekt keretében zajlott, és 3000 győri lakost kérdeztek meg arról, hogy hogyan közlekedik a városban. Ebből a kutatásból tudjuk azt megmondani, azt a modal splitet, tehát hogy ki milyen jellegű közlekedési eszközt választ, amikor el akar jutni A-ból B-be Győrben, amiből kiderül, hogy Győr egész jól áll egyébként kerékpárban, ez akkor 12% volt. Tehát a modal splitből 12% volt Győr aránya, és hogy a győri lakosok 12%-ban a kerékpárt választották. És akkor készült egyébként a győri kerékpáros koncepció is, amiben 2020-ra vonatkoztatva a város ezt a 12%-ot 20%-ra szerette volna növelni. Tudjuk-e, hogy ezt elértük-e? Én azt gondolom, hogy egyrészt nem tudjuk, mert ilyen kutatásunk nincs, másrészt pedig én azt gondolom, hogy egy kicsit még helyben topog ez a város a tekintetben, hogy ezt a számot egy kicsit növelni tudja. Ennek oka pedig az, hogy, és akkor itt rámutatnék arra, hogy mennyire sokan használnak személygépkocsit egyébként Győrben, hogyha valaki még emlékszik, volt régen a Pólus program, nagyon-nagyon régen, ez a megyei városok fejlesztésével foglalkozó program volt, Barát Tetele volt még megbízó azzal, hogy ezt ugye, akkor Győr az Autopolis nevet kapta. És ez nem véletlen, hogy itt vannak járműipari beszállítók, de az sem véletlen, hogy a személygépkocsival közlekedők aránya nagyon-nagyon magas egyébként a városban, mert lehető legmagasabb modál splitben egyébként Győr, a győri személygépkocsi használók aránya
szerte Magyarországon. Ugye ez azért van, mert a tömegközlekedés nem olyan módon van megszervező, hogy ez azért van, mert az emberek fizetőképes kereslete, vagy fizetőképes kereslet szempontjából jobban áll ez a régió. Azt egy másik kutatást tudna megmondani, vagy az, hogy a maga a közlekedés szervezés olyan, hogy kénytelen kellett az embereknek autóba ülnie, ez már egy következő kérdés. És akkor átugranék egy következő ábrára, ami már egy meglehetősen új, mert ez 2021-es felmérés volt. Egy győri munkáltatónál kérdeztük meg a munkatársakat arról, hogy miként utaznak, és miként lehetne megváltoztatni az utazási szokásaikat. Nagyon jól egybecseng azokkal az adatokkal, amiket Áron mutatott a magyar helyzetről. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennél a nagyvállalatnál nagyjából a 87%-a munkavállalóknak az autóval próbál bejutni a céghez. És itt most ez a 87% ez annyit tesz, hogy nem csak győriek dolgoznak, de Győrről azt is kell tudni, hogy rettentő mennyiségű az ingázó, Székesfehérvár és Győr a két legnagyobb ingázással érintett város, megyei város Magyarországon. Tehát ennek a nagy mennyiségű dolgozónak, akik mi megkérdeztünk, ennek közel a fele az nem győri, hanem Győr környéki agglomerációból érkező munkavállaló, ahol értelemszerűen a kerékpár nem úgy jelenik meg, mint közlekedési eszköz, mint mondjuk a győrieknél megjelenhet. A győriek esetében sem olyan magas egyébként ez az arány. Amire mi rájöttünk, vagy ami kiderült ebből a kutatásból, hogy rendkívül autocentrikusak a munkavállalók, amikor rákérdezünk arra, hogy miért, akkor a válasz az mindig az, nem feltétlenül az, hogy mert gyors, vagy mert hatékony, hanem mert még egyéb olyan dolguk is van délután, amit ők szeretnének elintézni, és ezt nem teszi lehetővé az, hogy mondjuk kerékpárral közlekednek, mert azok az ügyek, amiket ők el akarnak intézni, azok szanaszét vannak a városban, illetve olyan helyekről érkeznek ezek a munkavállalók, amik a város, és akkor ez már urbanisztika és nagyon távolra visz, ahol ezek a szolgáltatások például nem elérhetőek. Tehát ő elmegy dolgozni, és már arra készül, hogy délután majd valamit még kell intéznie, és ezért autóba ül. A kerékpárosok ebben a felmérésünkben olyan emberek voltak, akik többnyire egyébként autót is használnak, és van egy pillanat, amikor átváltanak kerékpárra. Azt viszont nagyon szeretik. Tehát kiderült, hogy ha kerékpároznak, az egyébként nagyon jó dolog. És itt megint csak utalnék Áronra, aki ugye elmondta, hogy van egy korosztály, ahol ezek az ügyek, értve ez alatt ugye, hogy gyereket viszek óvodába, iskolába, az egyik ilyen ügy, de a másik az ugye a bevásárlás, a ügyek intézése. Ha ezek az ügyek csökkennek, akkor ők nagyobb arányban jelennek meg kerékpárosként. Tehát a megkérdezett munkavállalók közül jelentős számban voltak olyanok, akik 40-es éveiken túl vannak, rájönnek arra, hogy mozogni kéne. Tehát a kerékpározást, az autózás mellett azért is használják, mert már nem kell ügyeket intézniük, illetve plusz beépítenek egy mozgásformát, miközben mennek munkába és jönnek munkából. Hogy ez mennyire érdekes Győr szempontjából, ugye azt szokás mondani, hogy nagyvárosban, nagyvárosi forgalmi környezetben olyan 5-8 kilométer az, amiben a kerékpár akár még versenyképes is lehet a személygépkocsival szemben. Győrben, hogyha húzunk egy kört, ezt az 5 kilométeres kört, vagy 8 kilométeres kört, nagyjából a város teljes egésze bele tartozik ebbe a körbe. Tehát itt inkább az emberek fejében lévő gondolatokat kell megváltoztatni mindenféle szoft programokkal. És akkor lehet látni, hogy ők miket mondtak gátló tényezőknek, itt megjelent persze a távolság, de ez a távolság nagyon relatív. Tehát olyan emberek is mondják azt, hogy a távolság az nekik problematikus, akik egyébként meglehetősen közel élnek a munkahelyükhöz, csak még nem próbálták például azt, hogy ez a távolság legyőzhető akár két keréken is. A másik az időjárás, ez megint csak egy megoldható probléma, tehát különböző oktatási programokkal, ilyen soft projektekkel ez megoldható, mert ha megnézzük az időjárási, hát visszatekintünk mondjuk az elmúlt egy év időjárására, akkor ezek nagyon-nagyon kevés az az időpont, amikor tényleg képtelenség kerékpárral közlekedni. Nem feltétlenül ez a legnagyobb probléma. És a harmadik pedig a kerékpárutak, amiben már nem a soft programok jönnek elő, hanem inkább inkább a város meggyőzése arról, hogy hogyan és miként kellene a kerékpár útjait kezelni, hogyan kellene azt úgy megoldani, hogy ez hasznos legyen és hatékony legyen, és ne ijessz el a kerékpárosokat attól, hogy ők eljussanak A-ból B-re.
és az ennek tovább a fél, hogy ellopják. Tehát ez megint csak az áron által elmondottakra reagál valamelyest. Igen, a cégek környékén található kerékpártárolók egy nagyon nagy probléma. Tehát azoknak a minősége, működtetése, kártyával működik, nem kártyával működik, be van-e kamerázva, nincs-e bekamerázva, ez egy állandó probléma. Nem csak ennél a cégnél, hanem a nagyjából az összes többi cégnél, ahol kerékpárosak jelenlegi munkavállalók. Akkor lehet látni, a támogató tényezők azok pedig nagyon hasonlók ahhoz, amiket mi is beírkáltunk itt most az előadás elején, vagy a workshop elején. Első körben az egészséges, itt jön elő ugye az, hogy rá lehet venni középkorba érkező embereket arra, hogy miközben ő munkába jár, az még az egészségét is tesz valamit. Tehát ez egy plusz dolog, amivel lehet hatni emberekre. És itt jön be az olcsó, ami nem szerepelt, ha jól emlékszem, a mi általunk beírtak közé, de ott van a környezet kímélő, illetve a rugalmas, ami egy fontos szempont. És hogy mivel elégedettek ezek a munkavállalók, vagy mivel nem elégedettek, én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából, és akkor itt csak azokat kérdeztem, hogy értem szóval, akik kerékpároznak, tehát ezek azoknak a válaszai, nagyjából alapvetően egyébként ők elégedettek. Tehát aki kerékpározik a városban, az egyébként megvan elégedve azzal a helyzettel, ami ebben a pillanatban elérhető, ami használható, ami körülvesz minket. Értem szóval a legkevésbé elégedettek a kerékpárutak minőségével, de teljesen mindegy, hol kérdezzük meg, ez mindig válasz lesz. Ha az autósokat kérdezek, azok az autóutak minőségével nem elégedettek, a gyalogosok a járdák minőségével nem elégedettek, a kerékpárosok a kerékpárutak minőségével nem elégedettek. Tehát a legnagyobb arányban itt van a elégedetlenség, illetve a kerékpártárolók száma meg minősége az, ami még előjön, de erről már utaltam korábban. Ugye ez egy alapvető probléma, nagyon-nagyon sokat lehet ezen fejleszteni. És akkor itt én visszaadnám a szót, hogyha majd lesz kérdés, nagyon szívesen válaszol a későbbiek során. Köszönöm szépen Péternek ezt a részletes bemutatást. A korábbiakban, ugye eddigiekben ugye Magyarország helyzetéről, bringázás helyzetéről Magyarországon, illetve a győri specifikumokról volt szó, és itt az utolsó, legutolsó dián azt a kérdést én hiányoltam, hogy a kerékpárutak hosszával vagy mennyiségével vajon elégedettek-e a győriek, de erre talán, hogy ezzel kapcsolatban Kara Ákos országgyűlési képviselő úr tud nekünk felvilágosítással szolgálni, akit sok szeretettel köszöntünk most itt a workshopon. Képviselő úr, ha tudna pár szót esetleg a győri bringázás helyzetéről mondani nekünk, azt nagyon megköszönném. Jó napot kívánok! Jó napot. Köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket! A helyzet az, hogy a győriek elégedettek-e a kerékpárutak hosszával, én ezt nem tudom, ezt jobban tudjátok. Én annyit tudok csak mondani, hogy az én munkámnál, vagy az én felfogásomnál ez központi szerepet játszik. Elég sok fejlesztés kezdeményeztem, vagy kötődik hozzám, vagy éppen járok utána tervezünk. Mi azt beszéltük meg kollégáitokkal, hogy én körülbelül arról tudok egy képet mondani, hogy fejlesztések tekintetében mi az irány. Ugye nézzétek, tehát az kétség nem fér, hogy az infrastruktúra fejlesztésnek ez egy fontos eleme kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy ebben megvan a városvezetésnek az elkötelezettsége, az enyém aztán 1000%, hogy így van. És ugye most a Győr megközelíthetősége ugye ebbe a pillanatban kerékpárúton az ugye Abda-sziget közgönyű felől, illetve most lassan elkészül, befejeződik a Győr panonhalma. És hát asztalra tettem egy javaslatot, kormánybiztos úr, Révész Máriusz ügyes volt, egy 4 milliárdos tervezési csomagot tudott a kormánytól szerezni, ha jól tudom pontosan, ez 4 milliárd forint, ez tervezés az országban, és most akkor versenyeznek a különböző projektek, és ebben tettem két javaslatot, egy kisebbet, meg egy nagyobbat, a nagyobbik az a Ménfőcsanak Tényős-Sokoró-Pátka vonal. Ennek egyébként polgármester úrral tervezzük, hogy egy pici része van, ami a Pápai út mellett van, hogy azt rákötni a meglevő nádorvárosi hálózatra, tehát akkor egy újabb bejárási lehetőség lenne, meg hát meglevő kerékpárutak között lenne kapcsolat. Ennek van most akkor a tervezés előtti fázisa. Szerintem fel fognak gyorsulni az események, hát
én egyelőre optimista vagyok, mert elég jól sikerült szerintem megérvelni. Az előzetes társadalmi támogatottságot azt szerintem elég jól fel tudtuk építeni a rövid idő alatt, tehát mind a kerékpáros szervezetek részéről, mind az ott lakók részéről, meg egyáltalán a logika szerint, ahogy ezt hozzá lehetne fűzni. És akkor a másik, ami aktualitás, ez talán a héten beszéltünk róla, nem tudom, gyorsan mennek a napok, vagy a múlt héten, hogy ugye az a Győr és Gönyű közötti kerékpárút építése, folytatása elkezdődik Gönyű és Komárom között, ott tulajdonképpen munkaterületet kapott a kivitelező, gyakorlatban még most nem fog felvonulni, mert milyen hatósági papírokkal, meg nemzeti parkos dolgokkal foglalkozik, hogy őszintén ennek a részleteit nem tudom, de ami a fontosabb a mi szempontunkból, azt viszont tudom, hogy a konkrét fizikai munkavégzés az most ősszel kezdődik, és viszonylag hamar, tehát 12 hónapon belül jövő őszre be is fejezik ezt a szakaszt. Ugye ez a turista idegenforgalmi szempontból, ti nálam jobban tudjátok, hogy ennek pontosan mi az eredője, a politikai részről tudom, hogy annak idején még Lázár János volt az, aki nagyon elkötelezett, kormánytagként nagyon elkötelezett támogatója volt, illetve hát szorgalmazta ugye a Dunamenti kerékpárutat, de egyre inkább látom, érzem, és hát e felé segíteném én is a világot, hogy a hivatásforgalom, tehát hogy a hivatásforgalom a munkába járás, iskolába járás egy kicsit a, hogy hívják, ott tudja szélesebbre húzni a felhasználói kört. Hát itt vagyok, itt tartunk. Az egy érdekes aktualitás, és mondhatom nyugodtan, hogy nem csak nekem érdekes, hanem jól fogadták az emberek, nem tudom, hogy csináltam a országgyűlési képviselő kifejezetten kerékpárosoknak fogadórát, csináltam kettőt most múlt szombaton. Ugye a tényői az célzatosan kifejezetten, hogy amennyire csak lehet a fókuszt ott tartsam az új tervezett, javasolt kerékpárutamnál, ez a Ménfőcsanak tényős okoropátka, amit mondtam, de ami tartalmi szempontból izgalmasabb volt, és nagyon nagy létszámúra sikeredett, és nagyon-nagyon bejött ez, amit az Écsi vasútállomáson tartottunk, ugye a Győr-Pannonhalma épülő kerékpárút mellett, és abban az igazán jó, a nagy létszám mellett az kettő volt, az egyik, hogy rendkívül sok korosztály, szóval ez nem volt jó fogalmazás, tehát minden korosztály, ez a legegyszerűbb, így mondjuk, tehát minden korosztály képviseltette magát, és minden típusú kerékpáros, ugye ez a minden típusú azt jelenti, hogy mindazok, akik a sport, turizmus, meg azok is, akik egyébként a növekvő, egyre népesebb agglomeráció valamilyen szempontból munkába járás, akár falvak között, vagy mondjuk Pannonhalma és falu, vagy akár Győr és a falvak között. Úgyhogy azt tudjatok róla, hogy tudjanak róla, hogy akkor ezt én így folytatom, meg viszem tovább. Én egy hogy mondjam, eleme építő kockája szeretnék lenni a önök a ti közös munkátoknak, és hát nyilván, ahol lehet, ott pedig képviselem azt a józanész által, meg hát nyilván az itt ülők által szorgalmazott beruházásokat, úgyhogy ebbe számíthattok rám. Hát, szeretnék részese lenni ilyen szempontból az infrastruktúra építésnek a jövőben is, és ami minden olyan javaslat, ami azokhoz a szempontokhoz kapcsolódik, amit itt az előbb tanár úr mondott, a felmérésből is látszik és kijön, tehát ami az egészséggel, a környezettudatossággal, meg egyáltalán a cégek képviselői részéről gondolom megfogalmazódik, ami a cégeknek a mindennapjaihoz, az életéhez és a produktivitásához hozzájárul. Gazdaságnak menni kell, gazdaságot segíteni kell mindenféle formában, gazdaságnak itt is, meg az országban is eredményesnek kell lenni, mert ugye akkor tudunk új beruházásokat megvalósítani, hogyha működik, ha dübörög a gazdaság, úgyhogy nyilván minden kormányzati szándék, meg nekem is az a képviselői szándékom, hogy a gazdaság növekedését, a gazdaság gyorsuló növekedését is, meg a gazdaság erejét is tudjuk növelni Magyarországon, ha most éppen ez a szegmens, ez a feladat, tehát hogy erről az oldalról közelítjük, akkor a kerékpáros közlekedés felől. 100 szónak is egy a vége, tehát elkötelezett vagyok az ügy iránt, van sok minden, amit így viszek magam is, meg próbálom a munkátokat, a munkájukat segíteni,
szeretnék részese lenni annak a nagy közösségnek, aki ezt fontosnak tartja sok szempontból. És hát hozzá is tud tenni. Nagyon szépen köszönjük, képviselő úr. Nem tudom, hogy meddig tud maradni, gondolom elég elfoglalt, de én igyekszem. Most tudok, mert... Tud egy kicsit maradni? Nagyon jó, mert Ha a közösségi közlekedéshez hasonlítjuk, még néhány megállót tudok menni a csapattal most, jó? Szuper, remek, mert a következőkben pont arról lesz szó, meg ez a workshopnak a célja is, hogy valahogy összehozzuk a döntéshozókat, az önkormányzatiságot a cégekkel, a jelenlevő cégek sokat tehetnek annak érdekében együtt a Magyar Kerékpáros Klubbal és különböző kerékpáros lobby szervezetekkel, hogy ezek az eredmények hamarabb ezeket az eredményeket hamarabb elérhessük. Egyetlen egyet hadd mondjak a Péternek, csak hogy mert én mindig tanulok tőletek önöktől, ahogy hívják be ez a most ezt néztem, Péter egy alapos ember, tanár úr alapos ember, és hogy nézem ezt a felmérést, ugye, ha jól raktam össze, ugye 61% mondta azt, és elég nagy mintán, 61% mondta, hogy jónak tartja, vagy teljes mértékben, vagy valamennyire jónak tartja a kerékpáros infrastruktúrát. Én mindig két dolog van a fejemben, az egyik az, hogy mindig van feladat, tehát hogy javítani kell, megépíteni újakat városon belül, meg ugye a várost is rákötni, agglomerációt. Sőt, zárójelben mondom, most jutott eszembe elnézést, hogy ugye négy településen, kisebb településen kezdeményeztem, hogy készítsenek, én segítek benne. Pont a nagyszámú hozzámívő lakossági megkeresés alapján azt mondja, Gyűrűi Barát, Nyúl Écs és Pannonhalmán belül egy településen belüli infrastruktúra fejlesztési, vagy egyáltalán kerékpározás feltételeit segítő koncepciót. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy így ahogy a kertvárosi életforma növekedik, terebélyesedik, egyre többen laknak, most talán még jó időben lehet. De egyébként az ötlet onnan jött, hogy nagyon-nagyon sokan kerestek, és azt gondoltam, hogy a különböző véleményeket, akár egymással településen belül konkuráló véleményeket valahogy össze kellene fésülni a településeknek. Szerintem ez egy előremutató gondolat, de a lényeg, amit akartam mondani tanár úrhoz, hogy tehát van feladat, de én meglepődve láttam, hogy 60% fölötti a támogatottság. Nagyon kevés társadalmi ügy van, és most szakadjanak ki egy pillanatból a nyugodtan a kerékpározásból és minden másból. Tehát így, aki amúgy is érdeklődik társadalompolitikai dolgokkal kapcsolatban, meg hát a politikai döntéshozás mezőjében vagyok, kevés olyan ügy van, és mondom, ez kerékpározástól teljesen független, kevés olyan ügy van, ami 60% feletti elfogadottságú. Úgyhogy tudjatok róla, hogy ez szerintem az én olvasatomban, de nem biztos, hogy igazam van, de ez egy jó adat, de azt is tudjatok róla, hogy ez nem azt jelenti, hogy én vagy más, vagy hagyom mondjuk, hogy a városvezetés üljön a babérjaim, mert lehet ezt feljebb tornászni, de én azt gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban nincs ekkora elégedettség. Úgyhogy ez egy fontos jelzés, mert azért önök is tudják, ti is tudjátok, hogy azért az elmúlt években városon belül azért elég sok beruházás volt, meg azért ennek megvannak a hagyományai. Tehát még egyszer mondom, feladat van vele, meg ezt tornázok följebb közösen, meg én azon leszek, hogy ezt följebb tudjuk tornázni, de nyilván ez úgy lehet, hogyha vannak új utak, meg a régiek felújítása. De azért ez induló alapnak ez jó, tehát ez egyáltalán nem kevés. Nagyon sok olyan társadalmi ügy van, ami éppen az adott országos politikai hangulathoz igazodóan ez a felesbe áll bele, tehát a fele-fele, ki hogy nézi a világot. Ez attól följebb van, és ez jó hír. Köszönöm még, hogy volt ehhez türelmetek. Én egy dolgot hozzátennék ehhez, János, hogyha megengeded, nem akarlak nagyon megakasztani. A meglévő kerékpárutak minőségével kapcsolatos elégedettség az országos kerékpáros kutatásból is látszik, ennek a linkjét betettem a chatbe. A nagy kérdés az, hogy az a nagy tömeg, amelyik nyitott a kerékpározásra, de még nem kerékpározik, ők hogy állnak ehhez a kérdéshez? Azt szoktuk nagyon sokszor mondani, hogy a már kerékpározóknak is nyilván nagyon jók a fejlesztések, mert kényelmesebbé teszi a mindennapjaikat, de ki lehet használni azt a nagy tömeget, akik nyitottak a kerékpározásra, de valamiért még nem indultak el. Nekik lehet, hogy az infrastruktúra fejlesztése az egyik
fontos ilyen elem lehet. János, bocsánat, hogy megszakítottam. Egyáltalán nem, köszönöm szépen, pont ezt szerettem volna én is reagálni, hogy ugye ennél az utolsó diánál, ahol látszik ez az elégedettség, ez Péter mondta, hogy ugye azokat kérdezték meg, akik éppen kerékpároznak, és nem azt a maradék mondjuk 80%-ot, vagy 90%, körülbelül 80%-ot, aki jelen pillanatban nem kerékpárral közlekedik a modern splittet, visszamegyek erre az áblára. Ugye azok, akik most kerékpároznak, azok elégedettek, és ezen nincs is mit vitatni. Ez egy nagyon jó a mérnököknek, és adott esetben a városvezetésnek, hogy olyan jellegű infrastruktúrát sikerült építeniük, ami megfelel az igényeknek. A kérdés az, hogy ezt a maradék 80%-ot hogyan lehet mellé tenni, és ezekre nagyon nagy segítség a képviselő úr által elmondott tervek és célok, ugyanis a turisztikai jellegű beruházások, azok nagy valószínűséggel a helyi kerékpározók arányát is növelni fogják, és ezekhez a településeken kívül vezetett, vagy őket összekötő utak után valószínűleg a településen belül is, ahogy említette Nyúl példáját például, szükség lesz infrastruktúrális beruházásokra a növekvő tömegek igényeinek kielégítésére. De engem is egyébként meglepett az, hogy ilyen pozitív itt is a helyzet. Mivel nem tudom, hogy egyébként van, aki van ehhez kapcsolódva, nagyon szorosan ehhez kapcsolódva, mert mint mondtam, az előadás vagy a workshop végén egy pár beszédet próbálunk majd kialakítani, és egy picit megcsúsztunk az időben, de ez egyáltalán nem baj. Én most nagyon gyorsan végig fogok rohanni, ha szabad így fogalmaznom, a társadalmi előnyein a kerékpározásnak. Ezek olyan dolgok, amiket valószínűleg a jelenlevők mindegyike ismer, hiszen így vagy úgy kapcsolatban van a kerékpározással, de számszerűsítve nem biztos, hogy látták. Például az egyik ilyen, ugye a környezetvédelmet képviselő úr is mondta, és a jelenlevők a korábbi szavazáson beírták. Ugye a széndioxid kibocsátás egy mérőszáma a környezetvédelemnek, és ebben látható az ábrán, hogy egy személy autóval összehasonlítva, amiben sajnos nagyon vezet Győr, a tizede egy kerékpárosnak a széndioxid kibocsátása. És hogy ez miért fontos nekünk, Magyar Kerékpáros Klub a Bring Ez a Munkába kampány során eddig több 10 millió letekelt kilométer tudhat a háta mögött, és ezzel bőven 1 millió tonna széndioxidot tudtak megspórolni. Ezt, ha számszerűsítenénk, hogy az éves légszennyezettség ára mennyibe kerül mindenkinek, aki ezt az előadást hallgatja, az most képzeljen el egy kötek 20 ezrest az asztala mellett, és így a nyitott ablakon kidobhatja nyugodtan, mert körülbelül ennyivel lehet számszerűsíteni a korai halálozásokban, a betegségekben mérhető károkat, amit mindannyian elszenvedünk. Tovább menve a társadalmi hasznokat, hogyha megnézzük, nyilván a társadalmi mobilitásra is nagyon jó hatással van a kerékpár, hiszen ahogy Áron is mutatta, nagyon sok embernek rendelkezésére áll a kerékpár, és például a munkába járásra egy mobilitási lehetőség az, hogyha kerékpárral járunk, függetlenül nagyjából a távolságokról, ez a Győr környéki falvakból, településekből kerékpárral távolságban legalábbis be lehet járni, például az ipari parkokba. Kérdés, hogy a kiépített kerékpárutak azok elegendőek-e ehhez. De hogy ne raboljam tovább az idejüket, a társadalmi hasznosságot, váltsuk át az egyén számára hasznos dolgokkal. Bemutatnék egy kutatást, ami a világon az eddigi legnagyobb kutatás volt, egy angol kutatás, 260 ezer embert 5 éven keresztül követtek, és azt látták a brit tudósok, hogy közel 50%-kal csökken az szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, illetve az ebben való elhalálozásnak a kockázata, és ugyanez igaz picit kisebb 40-45%-ra a daganatos betegségekre. Ha valaki ismeri Magyarország állapotát, az tudja, hogy ez a két elsődleges halálok Magyarországon is. Tehát a kerékpározás elképesztő mértékben segíthet ezeken a dolgokon, és valószínűleg makró gazdaságban kimutatható eredményekben, pénzben mérhető számokat. Ugye az elhízásra is egy jó példa, hogy átlagosan
Magyarország elég jó helyen van sajnos az elhízottsági táblázatokban. Hogyha megnézitek ezt a grafikont, segítek, ne alulról próbálják keresni a listán, hanem eléggé fönt vagyunk világátlagban. Az Európai Unió harmadik legelhízottabb országa vagyunk, és egy érdekes felmérés mutatja azt, hogy a kerékpározással, tehát kerékpárral munkába járást követő egy éven belül, aki átlagosan 30 percet jár kerékpárral, az bizony 7 kg-ot tud fogyni. Tehát ebben is tud segíteni a kerékpár. No de, ennél is fontosabb, hiszen cégek jelenlétében van ez a workshop, hogy vajon a munkáltatók számára miért jó, hogyha többen járnak kerékpárral. Kezdjük talán azzal, hogy mitől jó egy munkahely. Itt megint arra kérnék gyorsan egy pici átmozgatás így a vége előtt, hogy a chat ablakban, amit elküldtünk linket korábban, próbáljuk meg megnyitni újra, és ne ezt a játékot, hanem ezt a játékot, hogy írja be mindenki, hogy számára mitől jó egy munkahely. Kerékpározástól függetlenül kérdezem. Ez persze, hogyha valaki azt írja, hogy kerékpáros barát egy munkahely, akkor azt is be lehet írni, de hogy mitől jó egy munkahely önök számára. Nem tudom, hogy sikerült-e megnyitni a chatben ezt a Mentimeter linket. Elvileg látnunk kell majd a válaszokat, így van, sikerülnek, jönnek a válaszok. Hogyha valaki beírta már a saját maga megoldását vagy asszociációját, akkor megint arra szeretném kérni, hogy térjen vissza az előadásra, és itt a kivetítésen jó esetben a többieknek a szavaival együtt látható a saját válasza is. Én még várok egy picikét, gyűlnek szépen a work-life balance, támogatót, azt többen írták, hogy támogató egy munkahely. Erre majd visszatérek akkor, milyen támogatási rendszerek vannak kerékpárral kapcsolatban. Jól fizet, ott van természetesen, jó a légkör. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aktívak voltak. Nézzük meg, hogy mások szerint mitől jó egy munkahely. Ugye egy jó munkahely, az egy vonzó munkahely, egy olyan hely, ahol az ember szeret dolgozni. Jó hangulatban, sikerorientáltan tud eredményes munkát végezni. A munkáltatók számára viszont megtartani a munkaerőt a legnehezebb. Ebből a kis szlájdból látszik, hogy a munkahelyek vezetőinek a növekedés legfőbb akadályaként a munkaerő hiányt írták be, és ugye a munkaelő akkor fog egy céghez elmenni és ott megmaradni, hogyha ez egy vonzó alternatíva. Ma már nem feltétlenül elég egy jó kafetériával vagy egy jó büfével oda vonzani a munkavállalókat egy céghez, hanem meg is kell őket tartani. Egy olyan dolgozói élményt kell kialakítani számukra, amitől boldogan tudják végezni a munkájukat. Ezt nevezzük röviden employer brandingnek, azaz munkáltatói márkaépítésnek. És hogy ez miért fontos számunkra, miért jó az egy munkáltató számára, hogy boldogok a munkavállalói, hát ezek bizony számszerűsíthetők. Egy 2015-ös Randstad felmérés szerint azok a munkáltatók, azok a cégek, amik őszintén és hiteles munkaadói hozzáállásukkal boldogan képesek tartani a munkavállalóikat, bizony tudnak a bérköltségeiken is például 10%-ot spórolni, és a munkaerő megtartásában is sokkal jobban, közel 30%-kal csökkent a fluktuációjuk. Arról nem beszélve, ugye, hogy egy elégedett munkavállaló a sikeres munkája kapcsán elégedett ügyfeleket hoz magával, és voltak éppen így egy jól menő vállalathoz tudunk eljutni. Hogyha a munkavállaló oldaláról nézzük meg a munkahelynek a minőségét, akkor azt is láthatjuk, hogy a kellemes munkahelyi légkör egy szintén Randstad tavalyi kutatás szerint a munkavállalók 73%-a fontos. 73%-a számára fontos. Természetesen a pénz, a fizetés is egy number one kategória, de hogy a kellemes munkahelyi légkört ilyen sokan választják, ezt nem tudom, hogy
vajon sokan tudták-e. A stresszmentes munkahelyhez vajon mi járul hozzá? Erre bizony egy kanadai felmérést tudok mondani, ahol egy kb. 120 fős IT vállalatnál azt figyelték meg, vagy egy olyan kérdőívet készítettek velük munkába érkezést követő egy órán belül, tehát rögtön, ahogy megérkeztek, hogy mennyire érzik magukat stresszesnek. Különböző munkavállalók volt, aki tömegközlekedéssel, volt, aki autóval és volt, aki bringával járt, és nem meglepő módon a bringával érkezők stressz szintje volt a legalacsonyabb. Ami ugye hozzájárul az egész napos munka, jó hangulatban elvégzett, és így minőségi munka elvégzéséhez. Jó, szerintem mehetünk tovább, ugye a CSR és marketing kérdésköre is fölmerül a munkáltatók számára. Ez nem egy hangzatos dolog, ez nem egy 21. századi divat szó, hanem igenis egy fontos, akár marketing eszköz, de szintén a munkavállalók megtartásának remek eszköze. És a kerékpározásban az a jó, hogy egy cégnek, egy önkormányzatnak akár a legtöbb szegmensébe beilleszthető. Legyen szó fenntarthatóságról, környezetvédelemről, társadalmi felelősségvállalásról, egészségnapról például egy cég számára, ezekben mind-mind beilleszthető a kerékpár. Itt próbáltam felsorolni párra, de hely hiányában abban is hagytam. Ha valaki végig gondolja ezeket a programokat, akkor tényleg mind beilleszthetőek a kerékpárok, és a fogyasztók számára is fontosak ezek a szempontok. A zöld, a környezettudatosság, a fenntarthatóság nemzetközi tekintetben is, de magyar tekintetben is 30-40%-ának a fogyasztóknak fontos. Tehát olyan cégektől vásárolnak termékeket, akik számára nyíltan fontos a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Természetesen az egészségre való hatásról már beszéltünk az egyén szempontjából, tehát hogy sokat lehet fogyni például, vagy a betegségek megelőzésében jön jól a kerékpár a munkába járás, de a munkáltató oldaláról bizony 1,3 nappal kevesebbet betegek azok, akik kerékpárral járnak munkába. Egy 100 fős cég esetében, legyen szó az önkormányzatról, vagy az Audiról, ha azt nézzük, hogy átlagosan 130 napot betegszabadságot tudna spórolni egy cég, és csak egy 100 fős cégről beszélünk, akkor ezért eléggé sokat nyom alatba az, hogy mennyien járnak kerékpárral munkahelyre. És szó volt arról, hogy honnan járnak a dolgozók, és hova járnak, hogy a Győrbike rendszer az mennyire van kiépítve a külvárosi részeken, és mennyire nem. Kerékpár versus gyaloglás esetében a kerékpárra lefedett terület az körülbelül 40 négyzetkilométer egy sportosabb bringás vagy egy elektromos bringát használó számára, összehasonlítva a gyaloglás gyűjtő területével, ami körülbelül másfél négyzetkilométert fed le. És ugye ez hogy néz ki például Győr esetében? Ez a következő ábra mutatja, hogy 10 perc alatt Győr központjából, mondjuk a Városházából meddig juthat el egy kényelmes, átlagos bringás a városon belül, hát a teljes belvárost alapvetően. Az ipari parkba talán 10 perc alatt nem jutunk el, József Attila lakótelepig viszont simán, tehát ha valaki onnan jár munkába a Városházára, akkor 10 perc alatt nagy valószínűséggel megtehető. Picit gyorsabb kerékpározással, vagy egy picit tovább bringázva sokkal nagyobb területek megtehetők. Ez az alkalmazás egyébként a Bike Citizens nevű alkalmazás, amit a Kerékpáros Klub az éves Bringáza munkába kampánynál is használ, de ez egy elérhető alkalmazás, nagyon sok mindenre jó útvonalat is tud tervezni, tehát például cégek, hogyha saját maguknak szeretnének Bringáza munkába kampányokat szervezni, akkor ez egy nagyon jó eszköz, applikáció lehet hozzá. Jó, és akkor végezetül, de nem utolsó sorban az anyagi előnyökről még pár szót. Jelen pillanatban többféleképpen lehet kerékpárt adni ajándékba a dolgozóknak, béren kívüli juttatás formájában, költségként levonható, amortizáló
tulajdonként egy cég számára. Itt ezeket próbáltuk összeszedni, nagy valószínűséggel inkább a könyvelők azok, akik értik és megjegyzik ezeket, de természetesen a prezentáció az online elérhető lesz, tehát vissza lehet majd nézni. És ami ennél is fontosabb, hogy idén nem régen egy-két hete jelentették be, hogy jövőre elképzelhető, hogy adómentes lesz a kerékpár magáncélú használata is. Tehát ugyan nem kerül a kerékpár a dolgozó tulajdonába, de teljesen függetlenül a munkavégzéstől tudja azt használni, tehát szabadidős tevékenységre, hétvégén is, és ez akár bérelt vagy leasingelt kerékpárokra is vonatkozni fog. A részletekről picit majd később fogunk valószínűleg mi is megtudni többet. Hogyha valaki szeretné bringa barátabbá tenni a cégét, akkor ehhez egy kezdőcsomagot állítottunk össze, és ezen nagyon gyorsan fogok tényleg most már csak végigfutni. Konkrét példákat igyekszünk adni annak érdekében, hogy ne dimenzionálják túl ezeket a lépéseket. Nem kell óriási beruházásokról, több milliárdos dolgokról beszélni egy kis cég esetében, sokkal kisebb lépésekkel is el lehet kezdeni. Például az egyik az, hogy beszélgessünk róla, hogy megjelenjenek ezek a dolgok, a kerékpározás támogatása egy céges levelező listán, vagy a munkahelyi plakátokon, esetleg cégen belüli versenyek, mint mondtam, Bike Citizens-el, bringáz a munkába, a munkahelyre, saját kis házi versenyeket lehet rendezni. Ezeknek nagyon minimális a költségei, tényleg inkább nyomtatási költségről beszélhetünk, de lehet támogatni bringás rendezvényeket, évente szoktak a Magyar Kerékpáros Klub is reggeliket, felvonulásokat is szervezni, ezekbe be lehet szállni szponzorként. Itt például korábbi győri felvonulásokról láthatunk képeket, ahol elég szép számmal jelentek meg. Nyilván a Covid függő sajnos ez is, de remélhetőleg a jövőben egyre több ilyen alkalom lesz Győr városában is. Tegyük ezt lehetővé a munkavállalók számára. Például lehet útvonal terveket együtt tervezni, a tapasztaltabb bringások bevonhatják a kezdőket, és ami ez a workshopról, vagy amiről ez a workshop is szól, hogy próbáljunk meg együtt lobbizni, akár az országgyűlési képviselő úrnál, vagy másoknál, hiszen együtt tudjuk megmutatni azt, hogy mekkora támogatása van például egy kerékpárút kiépítésének. A székesfehérvári workshopon volt egy nagyon jó példa arra, hogy egy cég, egy magáncég az önkormányzattal együtt uniós források bevonásával 2 kilométernyi gyalog kerékpárutat épített ki a saját telepeihez, és ezzel megkönnyítette a munkavállalói számára a munkába járást. Ebben a lobby tevékenységben tud például a kerékpáros klub is nagyon sokat segíteni. De be lehet szerezni természetesen kerékpárokat is, céges kerékpárok, magánkerékpár, elektromos, lehet ezeket leasingelni, támogatni például a beszerzést vagy a szervizelés költségeit, a vásárlásot lehet külön támogatni, mondom, a jövőre életbe lépő támogatások, ezek még jobban megkönnyítik. És ahogy mondtam, nem kell nagy dolgokra gondolni, kicsiben is elég. Ingyenes rendezvényeken lehet cégesen vagy önkormányzati jelleggel megjelenni, plakátokat lehet nyomtatni a munkahelyen, apró bringás ajándékokat ajándékozni a munkavállalók számára, de például itt a jobb oldali képen láthatóak a kerékpár támaszok kihelyezése. Ezeket is túl szokták dimenzionálni a döntéshozók. Egy ilyen kerékpár támasz, ami a pozitív, tehát a zöld karikában van, vagy fedett, vagy azért, mert rendesen lehet hozzá lakatolni, ez a P betű alakú, ez körülbelül 10 000 forint beruházási költséget jelent, tehát egy 5 állásos kerékpár támasz kihelyezése, ahova 2 oldalról minimum 10 kolléga tud nagyon hosszú évekig kerékpár tárolni, ez körülbelül 150 000 forintos beruházási költséggel jár. Nem felejtjük el, és látjuk ott a képen, hogy helyi igényben ez körülbelül egy személy autónyi helyet foglal el a céges parkolóból. Kis dolgok után természetesen az is nagyon jól jön, hogyha a munkaadó, a vezetők próbálnak példát mutatni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, akár egyszer-egyszer kerékpárra ülni, megjelenni, bemenni egy mobilitási napon, akár szeptember 22-én, vagy a mobilitási héten, kipróbálni, hogy milyen az, hogyha cégvezetőként
kerékpára járnak munkába, vagy akár csak egy-egy napot, a céges lazább pénteket mondjuk kerékpárral megtenni. A céges önkormányzati kerékpáros kisokos is egy nagyon jó módja arra, hogy példát mutasson egy vállalat vagy egy szervezet. Itt például ezen a képen Budapesti 6. kerület önkormányzatának támogatásából készült kerékpáros klub kisokost láthatják. Ezt akár Győrben is meg lehet helyi térképpel, helyi kisokossal tenni. Be lehet számolni a kerékpáros fontosabb dátumokról vagy eseményekről is, és természetesen a kerékpáros klub kisokosa, hogyha valaki nem ismerné, ez egy vékonyabb füzet, amiben a gyakorlat és hasznos tanácsokat gyűjtött össze a kerékpáros klub a kezdő biciklisek számára, tehát ez egy örökérvényű kis darab, ez nem egy eldobandó könyv, és általában nagy becsben is tartják a résztvevők, tehát tényleg egy nagyon jó kis reklámfelület a cégek vagy önkormányzatok számára. És a hasonló rendezvények, mint például ez a workshop is, már segítségnyújtásnak is felfogható, bármikor meg lehet keresni a Magyar Kerékpáros Klubot is, akkor is, hogyha ötleteik vannak, hogyha kérdéseik vannak. Például egy kerékpártámaszt szeretnének kihelyezni, nagyon szívesen állnak rendelkezésre a mérnökeink, vagy akár a helyi tagszervezet képviselői arra nézést, hogy milyen a jó kerékpártámasz. Ha már elkölt egy cég 10 000 forintot egy kerékpártámaszt, akkor lehetőleg egy minőségi, vagy jól használható kerékpártámaszt tegyen ki, de javaslatokat szoktunk készíteni, bringás infrastruktúrák tervezésekor is véleményezni is szoktunk terveket, megvannak rá a szakértő mérnökeink, úgyhogy nagyon szívesen várjuk a megkereséseket, akár az önkormányzattól, vagy akár cégektől is. Itt akkor én is rövidre zárnám most már az eseményt, legalábbis azt a részét, amit én prezentáltam, és átadnám a szót akkor mindenkinek, aki itt jelen van a beszélgetésben. Mindjárt rá fogok nézni a chat ablakban, hogy vannak-e kérdések. Ezeket, ha tudom, akkor én vagy a kollégáim rögtön meg is fogják válaszolni, de szóban is föl lehet természetesen tenni. Az eddigi figyelmet én megköszönöm, de még ne menjenek sehová. Igen, látom, hogy a kollégáim a kisokosnak a linkjét és a parkolással kapcsolatos linkeket is betették. Ugye a Magyar Kerékpáros Klubnak nem véletlenül van itt a prezi alján a linkje, nagyon-nagyon sok hasznos dolgot lehet innen tanulni is, vagy akár hasznosítani egy kör e-mailben, vagy egy heti rendszerességű levelelőző listán. Vannak-e kérdések? Igen, ha tehetek egy hozzáfűzést ez az egész történethez Győr kapcsán, azt mindig elfelejtjük, hogy ez a város, ez egyszer már volt kerékpáros város. Hogyha valaki átélte azt a 70-es, 80-as éveket, amikor Ráva Vagon és Gépgyár még abban a pompájában üzemelt, ahogy most már nem annyira, akkor azt lehet tudni, hogy nagyjából mindenki kerékpárral járt a városban. Ez a város, ez kicsit ezt elfelejtette, hogy ezt a várost lehet így is használni. És a rendszerváltás után változott a helyzet. Azt mindenki tudja, hogy Győr egy meglehetősen jó gazdasági helyzetben lévő település. A környező települések is hasonlóan jó helyzetben vannak. Itt nem volt akkora visszavágás a rendszerváltás utáni átalakulás. Azok a cégek, amik megszűntek, azok helyett aztán jöttek újak. Tehát ez egy nagyon... Hát a többi nagyvároshoz képest ez egészen sima átmenet volt. Ennek hatására aztán valahogy elfelejtődött az, hogy itt régen kerékpároztak az emberek. Sokkal többen kerékpároztak Győrben a 70-es és 80-as években. Ezek az embereknek a gyermekei, meg unokái most autóra váltottak. Ezt mindig elfelejtjük egyébként. Ezt szoktam is mondani, és el is mondtam egyébként annak idején a kerékpáros koncepció készítésénél, hogy ne játsszuk végig azt Győr esetében, amit mondjuk végigjátszottak a holland városok a 60-as, 70-es években. Mert hogy e felé tendálunk egyébként, tehát szépen megyünk bele abba a csőbe, amiben behúzták magukat mondjuk a nyugat-európai városok, és amiből ők jönnek ki egyébként már a 70-es évek óta, mi belerakjuk magunkat, és aztán
Tehát ugye ezt el lehet kerülni, én azt gondolom, és ehhez nem csak az önkormányzat kell, vagy szükséges, hanem ehhez szükségesek azok a cégek is, akik ezeket a munkás kezeket várják, és a nagy kérdés, hogy ezek hogy érkeznek meg. Hogyha ezek a jó munkás kezek, ezek inkább kerékpáron érkeznek, vagy inkább közösségi közlekedéssel érkeznek, vagy inkább gyalog érkeznek, akkor ez jót tesz a városnak is, magának is egyébként, meg a város lakóinak is jót tesz. De ez elhangzott. Jó, tehát csak ennyire akartam volna kiegészíteni, hogy mi már egyszer ott voltunk, csak visszatáncoltunk. Én is tennék hozzá néhány gondolatot, hogyha megengeditek. És arra gondoltam, hogy amennyiben a jelenlévő cégek igénylik és követik az oldalunkat, a Kerékpáros Klub Győrt a Facebookon, akkor nagyon sok eseményről, amit szervezünk, akár a bringás reggelik, akár felvonulások, akár olyan megmozdulások, amik a kerékpározáshoz köthetők, ezeket leteszik a programba, akkor én azt gondolom, hogy mindenki nyerhet a munkahelyén plusz kerékpárosokat. Még többen fogják használni. Nagyon jók a rendezvények, nagyon jó programok vannak. Természetesen segítünk abban is, hogyha szabadidős programot szeretnének szervezni, akkor ebben is részt veszünk, és nagyon szívesen ajánlunk útvonalakat, sőt, hogyha szükség van rá, van egy csapat itt a Kerékpáros Klubon belül, akik segítenek abban, akár el is viszik a munkavállalókat egy bizonyos kirándulásra, egy bizonyos útvonalra, ez csapatépítésnek, vagy bármi olyan programnak, ami a munkahely szempontjából fontos lehet, abban mi segíteni tudunk és részt tudunk venni. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, aki jelen van, vagy aki nincs is jelen, de juttassák el az információt azokhoz, hogy ezekben a dolgokban is tud segíteni a Kerékpáros Klub győri szervezete is. Köszönöm. Én rögtön kérdeznék akkor, hogyha másnak most nincsen kérdése még, vagy nem szedték össze. A János chatben az egyik a bringalopásokról, ezek elkerüléséről, másik, hogy lesz-e felvonulás. A bringalopásokkal kapcsolatban megválaszolnám én. Ugye ezeknek például egy előfeltétele, vagy egy nagyon jó eszköze ezek ellen a jó minőségű kerékpártámaszok kihelyezése. Egy apró trükköt például engedjenek meg Budapestről, a jelenlevő halászáron egyik ötlete volt, hogy a forgalomtól elzárt területekre, tehát az ilyen kis zsebekre, a sarkokon ki lehet helyezni egy-egy kerékpártárolót. Ugye ez azért nagyon jó, mert az utca sarkokon több ember is látja, tehát az ott lakók, dolgozók is tudják használni, és alapvetően egy kihasználatlan hely. Tehát egy jó minőségű kerékpártámasz már fél siker, és a másik felét pedig például a Kerékpáros Klub oktató videói, illetve az információk, amik a honlapon elérhetők, ezeknek a megosztása segíthet. A lopások és rablók és tolvajok mindenhol vannak és lesznek is, ellenük megfelelő szakértelemmel lehet például nagyon jól védekezni. Nem tudom, Tamás, hogy lesz-e felvonulás idén? Mindenképpen tervezünk felvonulást is. Amiről beszéltünk már, talán a közösség nagy része nem tudja, aki jelen van, az 10-ére van tervezve. Még nem kaptam a végleges visszajelzésről mindig információt, sajnos az önkormányzattal biztos nagyon sok dolog van, nem tudtam most kommunikálni, de terben van, az útvonal készen van, az engedélyezéshez beadtuk a megfelelő szervekhez az útvonalunkat, úgyhogy tervezünk 10-én egy nagy felvonulás Győrben, remélhetőleg ez sikerül és sikeres lesz. Amennyiben esetleg ez valamilyen okból nem valósul meg, továbbra is azt tudom javasolni, hogy kövessék az oldalunkat, mert van tervben még ebben az évben még két másik olyan felvonulás és kis túra, amin érdemes lesz részt venni. Komoly részvételi díjakért, tehát mindenkit meg fogunk ajándékozni, aki ezeken a felvonulásokon, túrákon részt vesz. Szervezés alatt van mindegyik, de a Facebook oldalunkon mindenről tudnak tájékoztatást kapni. Természetesen, hogyha kérdés merül fel, akár
akár a felvonulással, akár egyéb dologgal kapcsolatban, amire mi tudunk válaszolni, akkor ezt is várjuk, hiszen az e-mail címünk is elérhető, telefonszám is elérhető ott a Facebook oldalunkon, tehát nagyon szívesen fogadjuk és várjuk is azokat az érdeklődőket, akik szeretnének a kerékpározással kapcsolatban többet tudni, és előbbre lépni, és részt venni azokon a rendezvényeken, amiket szervezünk. Én még a biciklilopásokhoz egy dolgot hozzáfűznék, visszautalva az előzőhöz. Mi azt szoktuk nagyon sokszor mondani, hogy ez az egyik fő ilyen visszatartó erő a kerékpározással szemben, hogy emberek félnek, hogy ellopják. Azt szoktuk nagyon sokszor mondani, hogy olcsó bringa, drága lakat, sokáig a tiéd marad. Ez azt jelenti, hogy mindennapos városi közlekedési helyzetekben nagyon sok ember is egy nagyon jól kinéző, látványos és drága biciklivel indul el, országúti biciklivel, hegyi kerékpárokkal, túrabringákkal, miközben egyébként tényleg pár kilométert tesznek meg, a boltba mennek el, stb. Ilyen helyzetekben nem biztos, hogy a legjobb bringánkkal érdemes elindulni, hanem egy sokkal egyszerűbbel, ami persze fel van szerelve mindennel, ami szükséges hozzá, sárvédő, csomagtartó, fékek, kényelmesen tudunk rajta ülni, és érdemes beruházni egy olyan lakatra, ami nem ez a tipikus ilyen sodrony, zár vagy spirál lakat, amit az áruházakban olcsón lehet kapni, hanem egy kicsit erősebb és drágább acéllánc vagy lakat. Ezek pár ezer forint a drágából, de érdemes rájuk beruházni, és már nagyon sok ilyen problémát el lehet általában kerülni. A megfelelő kerékpártároló, és hogy hogyan támasztjuk le a biciklit, az egy másik kérdés, és ebből, erre például a kisokosban, illetve az oktató videóban már van. Kerékpárlopásokkal kapcsolatban, tehát egy Győr helyi szintű, külön működtetünk egy oldalt szintén a Facebookon, ahol be lehet jelenteni a eltűnt kerékpárokat, és természetesen megosztásokkal segítjük azt, hogy ez előkerüljön. Külön felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, ahol megvan konkrétan az a személy, akivel fel tudjuk venni egy kerékpárlopás esetén a kapcsolatot. Természetesen az is működik ebben a kapcsolatban, hogyha találnak egy tolvajt, felderítik, és kiderül, hogy nála sok kerékpár van, akkor erről is tájékoztatni tudjuk a közösséget. Ezért érdemes minél többen csatlakozni az oldalunkhoz, hiszen ilyen információkra, ilyen dolgokra is rálátásunk van, és tudunk segíteni. Természetesen a helyi bűnmegelőzési osztállyal is kapcsolatban vagyunk, tehát hogyha valakinek munkahelyen ötlete van arra, hogy szeretne egy közös fellépést kerékpáros klub, rendőrség és a munkahely között, akkor ezt is meg tudjuk oldani, meg tudjuk szervezni. Természetesen a rendőrség idejét nem tudom előre beosztani, de meg lehet ezeket szervezni, és azt gondolom, hogy partnerek is benn, hiszen volt már erre példa. Köszönöm. Én még annyit tennék hozzá lopások kapcsán, hogy a győri rendőrkapitányságnak most már évek óta fut egy program, amikor éppen van rá pénz, akkor fut, ha nincs, akkor nem. Ez az úgynevezett kerékpárjelölés, ez szerintem az egész országban működik. A központi adatbázisba kerülnek be azok a kerékpárok, amiket így megjelölnek, és akkor erről van egy ilyen kis cetli is, amit aztán be lehet mutatni. Tehát az ember, és most nem vagyok nagyon képben most, hogy mikor volt utoljára, hogy mikor lesz megint, a Covid mindent összezavart, de ez egy ilyen rendszeres program Győrben, tehát hogyha valaki odafigyel, akkor egy idő után mindenkinek a kerékpárja gyakorlatilag regisztrálva lesz, aki szeretné. Sőt, ha jól tudom, hogyha valaki nagyon szeretne, akkor ezt talán pénzért meg is teszik. Volt egyébként Péter a Covid alatt is egy alkalommal, de érdemes menni azokra a rendezvényekre, amit a bevásárlóközpontokban tartanak, ahol a rendőrség ott van, és minden alkalommal győri lakosoknak egyébként ez teljesen ingyenes ez a regisztráció, úgyhogy még pénzbe sem került, meg természetesen a jelölés is. Én kerékpáros klubosként csak javasolni tudom, hogy ezt mindenki tegye meg. Nagyon jó a program, tényleg felkerül a kerékpár egy olyan rendszerbe, hogyha eltűnik, sokkal könnyebb megtalálni, ezt a rendőrség is támogatja egyébként, plusz visszatartó erő, hiszen a kerékpáron magán található egy jel, egy jelölés, hogy ez innentől kezdve egy rendszerben van, tehát már a tolvajt is visszatarthatja, persze, hogyha tud róla.
De lesznek ilyen programok továbbra is, én azt gondolom, az önkormányzat ezt nem szüntette meg, és továbbra is működtetni fogja. Nyilván a Covid visszafogta, hiszen évente ez 3-4 alkalommal is megvalósult, sőt a mi szervezésünkben is. Az utolsót épp az Árkádnak a parkolójába szerettem volna szervezni, de sajnos ezt is a Covid keresztül húzta, de reméljük, hogy ez is meg fog valósulni. Megvan egyébként az együttműködésre a hajlam az Árkádban is, a rendőrség is és az önkormányzat is támogatta a gondolatot. Én még, ha másnak nincs hozzászólása, mert én már hozzászóltam, úgyhogy megvárom szívesen, hogy az eddig hallgatóknak mi jut eszükbe. Talán a bringalopásról most már térjünk át másra. Egy dologra szerettem volna még reflektálni, amit Péter említett, Dánia, Hollandia a 70-es években. Ez egy olyan dolog, amit nagyon kevesen tudnak a szakmán kívül. Ugye ma, ha valaki megnéz egy amszterdami fotót, vagy egy koppenhágai fotót, bringások milliói rajzanak az utcákon, és mindenki azt gondolja, hogy ja, de hát ez Hollandia. De azt nagyon kevesen tudják, hogy a 60-as, 70-es években elképesztő dugók voltak a holland városokban, mindenki autót használt, és egy 30 év alatt, körülbelül 30 év alatt jutottak el oda a hollandok és a dánok, hogy most már a lakott területen belül rövidebb távokra kerékpárt használnak inkább. És ezt miért mondom el, ez miért fontos nekünk, győrieknek, vagy önöknek, győrieknek? Egyrészt Győrön keresztül megy az Eurovelo 6. Képviselő úr is nagyon jól tudja, és a beruházásoknak egy része kapcsolódhat ehhez az útvonalhoz. Az Eurovelo bringás útvonalból talán ilyen 14 darab van Európában, és ezek nagyon-nagyon népszerűek. A kerékpáros turizmus évente nagyon sok millió euró hasznot hajt az Európai Unión belül, erről az Európai Kerékpáros Szervezetnek vannak kimutatásai. Tehát a helyi gazdaságot nagy mértékben fel tudja pörgetni a kerékpáros infrastruktúrális beruházások jelenléte, megléte. Ugye a belvároson át, a Kossuth hídon át megy, és megy a Kandó Kálmán utcán keresztül Ács felé ez az útvonal. De hozzáteszem, hogy egyedülálló módon ezek az útvonalak ritkán szoktak elágazni, de Szlovákiában is megy ez az útvonal, és az eddigi tapasztalataim szerint a bringások nagyon nagy része, akik Nyugat-Európából jönnek, ők a szlovák oldalt használják. Hogy ez miért van, erre nincsenek pontos kimutatások, egy picit rövidebb az a szakasz, picit egyenesebb, de hogy például ezt az Eurovelót, hogyha vonzóbbá tudnánk tenni Magyarországon, akkor tízezrek turistáskodnának kerékpárral Magyarországon extrában a meglévő tömegek mellé. És ez miért jó? Ez is egy tévképzet az emberek fejében, hogy kerékpározás az egy olcsó dolog. Például összevetve az Audival, aki többet fizet be, mondjuk GDP arányosan, és termelésben is jobban kiveszi magát, a kerékpár valóban kisebb hozzáadott értéket ad egy város életéhez, de a helyi gazdaságot bizony felpörgeti. Erről kimutatások vannak, hogy többet költenek, és gyakrabban, de kevesebbet a kerékpáros bevásárlók, mint az autóhasználók. Összességében többször mennek kevesebbet vásárolni, és szummája ezeknek a beruházások vagy bevásárlásoknak egész egyszerűen nagyobb, mint azok, akik havi egyszer beülnek a kocsiba és elmennek, és megveszik azokat a létfontosságú dolgokat, amiket kitaláltak. Tehát a kerékpárosok jobb vásárlók. Dánia és Hollandia nem haltak meg gazdaságilag attól, hogy a fővárosaikban bringáznak az emberek. Az autóhasználat az ettől egy független dolog, ez létezhet hosszabb távokra, családdal, nagy cuccokkal. Nem kell ez ellen küzdeni, nem úgy kell ezt nézni, mint egy dihotóm állapotot, hogy ez egy ilyen fekete-fehér, hogyha nálunk van az Audi, akkor nem támogatom a kerékpározást. Ez a kettő nagyon jól megfér, azt gondolom, hogy egymás mellett. Tehát remélem, hogy ezt a cégek képviselő is jövőben majd így látják, és akkor én befejeztem tényleg. Jó, én egy dolgot szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani itt a végére, hogy a kampány inkább Bingás Győr kampányhoz kapcsolódóan zajlik egy képfeltöltős nyereményjáték. Betettem a Facebook esemény linkjét a chatbe, amiben le vannak írva a szabályok. A lényeg az, hogy Győrben bringázom hashtaggel a Facebookon vagy Instagramon lehet feltölteni nyilvános fényképeket, azért kell nyilvános, hogy meg tudjuk keresni őket.
mert a feltöltők között nyereményjáték van, és szuper kerékpáros kiegészítőket lehet nyerni, és év végén, amikor az összes városon végigmentünk, akkor pedig egy főnyeremény kerékpárt is kisorsolunk. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Cégek is tudják terjeszteni a saját dolgozóik között, esetleg lehet saját belső kihívásokat is indítani, hogy melyik cég tud több munkatársát rávenni arra, hogy Győrben bringázom hashtaggel töltsön föl képeket, és mutassa meg akár a saját telephelyén, vagy az oda vezető útvonalon a kerékpározási szokásaikat. Le vagy némítva. Igen, köszönöm. Csak igen, azt kérdeztem volna meg, hogy van-e még valakinek hozzászólása, maradt-e valakiben még valami, esetleg kérdés? Ha annyit megengednek, akkor én megköszönöm szépen, hogy részese lehettem. Köszönöm, Tamás, hogy jelezted a mai alkalmat. Köszönöm szépen a gondolataitokat, és hát számíthattok rám. És majd én is mondom a adott esetben a nálam megjelenő véleményeket, tapasztalatokat, mert tényleg képviselőként elég nagy erőt, energiát szánok a különböző személyes, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, tehát, hogy minél több emberrel, közösséggel tudjak kapcsolatba személyes, vagy egyéb közvetlen kapcsolatban lenni, úgyhogy köszönöm, hogy dolgozhatok veletek önökkel. És ha nem haragszatok, elbúcsúznék, mert még menetben vagyok ma, aztán ma is, úgyhogy. Ja. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, és külön köszönöm, hogy ilyen gyorsan reagáltál, és itt voltál velünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Te is számíthatsz ránk bármiben a jövőben is. Jó, hogyha más kérdés, vagy több kérdés nincs, akkor én szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétet, hogy végig hallgatták és végig nézték ezt az előadást. Remélem, hogy sikerült meggyőznünk mindenkit arra, hogy a kerékpározás támogatás, vagy a bringával munkába járás, ez nem egy jövőbeli cél. Ez nem egy elérendő cél, hanem a jelenbeli sikernek az áloga. És ettől lesz kifizetődő és fontos egy cég számára, hogy támogassák, hogy minél többen járjanak kerékpárral munkába, és hogy fittebben, egészségesebben járjanak munkába, vagyis inkább ringázzanak. Úgyhogy kívánom, hogy lobbizzunk együtt, járjunk együtt élen a bringás fejlesztésekben, akár az önkormányzattal, mint látható, ők is nyitottak, akár a Magyar Kerékpáros Klub tagszervezetével együtt, és akkor hamarabb érünk el nagyobb sikereket. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönjük.